Szia Dániel, csácsá, mi a helyzet? Üdvözletem. Egy pillanat is hozok inni. Csá, NGR, szia, szia, neked is, csácsá. Igen, Dániel, most egy darabig ugye nem voltam, most megint annyi, hogy este elmegyek dolgozni, de utána egy pár napig azért többet leszek, meg most azért nem volt stream, mert most mai nap játszottam másoknak, segítettem ugye a játékba, és azért nem streameltem, mert ott egy kicsit ilyen összevisszaság volt a dolog, és meg hát egy-két ismerősömmel nem, hogy mondjam, volt, ami olyan dolgokról beszéltünk, ami nem feltétlen streambe illik. De így, hogyha így játszok, akkor mindenképp lesz azért. Csáherhel, szia, szia. Remélem ez a kapcsolati jelző ikon, ez nem sokszor fog kijönni nekünk. Amúgy tegnap egyszer lenyomtam az egyik havas pályát, ugye egy az egybe, a három bosszal, és gondolom, hogy ez csak annyi, hogy újra lehet rollolni, de nincs tovább, mármint, hogy nincs attól tovább. Szia Eluna, csácsá, üdvözletem. Úgyhogy most 6-ig vagy max. negyed hétig még egyszer megpróbálom végigvinni. Eluna, nekem van mindkettő. Hogyha úgy látom, hogy egy picit problémás a kapcsolat, akkor lehet újraindítom a játékot. Van, ugye azoknak, akik új játékosok, azoknak a izéről segítek, az Epikes profilomról, erről is tudok segíteni, úgyhogy új profilt kezdek, úgyhogy van 9 helyem, úgymond, mert ez a tizedik, ez a fő, ez ugye nem izé, de attól függ, hogyha DLC nélkül kell segíteni, akkor jó az Epikes, hogyha meg DLC-vel kell segíteni, akkor meg értelemszerűen ez. Játszottatok Cobblerre? Na, remélem jól ment nektek. Én mondjuk, azt ugye Hardon nekem bőven elég, én mondtam ezt Amonnak is, hogy izé, Nightmare-re nem nagyon szeretném megpróbálni, most a Nightmare az ugye az elég durva, főleg sokan, ezt ugye mondtam tegnap is. Ja igen, van crossplay, hát így is jó NGR, hogy ugye az egyik játszik a másikkal, csak annyi, hogy ugye az Epic-kel vigyázni kell, mert ott nincsen felhőmentés, ott érdemesebb a mapát mentegetni nagyon. De van, Eluna, nem, volt már a legelejétől kezdve crossplay. Lehet, hogy valaki nem tudta használni, de hogyha összekapcsolod a két profilt, mármint az Epic-es meg a Steam-es profilodat egymással, akkor onnantól kezdve megtalálja a barátokat. De van. Na várjál, Luna, a 50 óra alatt úgy végigtoltad, hogy két boss hiányzik, meg egy gyűrű, az még az alapjátékban is elég necces. Mármint, hogy ott is rengeteg item van, azt azért 50 óra alatt nem tudom, hogy sikerült. Biztos vagy te abba? Mert hogy DLC-vel együtt nem sikerülhet 50 óra alatt, az is biztos. Akkor lehet, hogy nem tudsz mindenről. A DLC-vel kizár dolog, az még a legprofil. Ja igen, hát alapjáték is necces. Azt még talán azt mondom, hogy oké, mert most így fejből nem tudom neked megmondani az alapjátékban, amik vannak. Ugye most tekintsünk el a Létóz DLC-től, mert az se az alapjáték része. Ja, hogy meg... Aha. Figyelj, Eluna, hogyha nagyon
mákod van, és pont gyorsan kirolloltad azokat, ami kell, és tudod, mit hol kell felszedni, stb. Vagy segítenek, akkor tényleg lehet, hogy belefér 50 órában, mert lehet így ízélni, de nagyon-nagyon necces. Mármint, hogy átnéztette a Wikipédián, és tényleg egyetlen egy gyűrű hiányzik csak az alapjátékból, és két boss, akivel nem futotta össze. Semmi alternatív fegyver, meg semmi egyéb. Hát igen, NGR, meg az, hogyha mondjuk multizol, mármint bemész idegenekhez, azok rettenetesen... Én bírom a multiát, mert nagyon sok idegen vágja a témát, és mindig, hogyha bemegy hozzájuk, például bemegyek én, mint új, és látják, hogy mit tudom én, ilyen idézőjelbe kezdő karakter, vagy kisebb szintű, akkor meg hát amúgy is, mindig, ha odaérnek egy bosshoz, ugye nekik már megvan minden cuccuk, akkor próbálják az új embereket segíteni ahhoz, hogy mondjuk alternatív fegyvert kifarmoljanak egy izéből, vagy valami. Ja, rendben, rendben, Eluna, rendben. Majd kíváncsi vagyok, de hát nem tudom, mert izékat nem tudom mennyi van gyűrű, de még az alapjátékban is van több mint 30 szerintem, és az csak gyűrű. És rengeteg nekem is olyan megvan, olyan nincs meg, ami elméletileg az alapjátékból kellene, pedig elég sok urán benne van. Ja, és persze ez a páncél is elvileg az alapjáték része, ha jól tudom. Csak ugye nekem is régen annyira elkerült a figyelmem, hogy én azt hittem, hogy az a Cortus DLC-ben van, holott nem, az csak egy alternatív skin ehhez, ugye. És már konkrétan ezt a ruhát, mire kifarmoltam egyedül, az volt 30-valahány óra. Mindezt úgy, hogy rolloltam egyfolytában a területeket, és tudtam, hogy hova kell menni. Mármint a Radiant, hogy érted, hogy az a... Nem, mármint ami rajtam van, az nem a Radiant. Ha arra gondolsz, ez ami most rajtam van, erre gondolom, ez. Szerintem ez önmagában, hogyha egyedül csinálod, és tényleg nincs szerencséd idézőjelben, mert ugye ezt csak a izéból tudod kiszedni a mocsaras területről. Meg hát van még egy-két ilyen titkos fegyver, már titkos ruha, illetve az alternatív fegyver. Mármint olyan fegyverek, ami ugye a boss különleges módon kell megölni. Meg ott van például ami rohadt nehéz, ugye van egy ilyen boss az egyik ilyen csatornába, akinek a hátából ki kell húzni egy ilyen... hát ilyen vasvillát, vagy nem tudom mi, nem, már nem emlékszem mi az. És ugye ebbe állítólag Amon azt mondta, hogy 6 boss van, én 3-mal találkoztam tegnap. Igen, arra. Ja, hogy izé, aha. Na, hát akkor az megvan. Ezek szerint neked. Úgyhogy majd, ha nem is ma, de kíváncsi vagyok a többi három bossra, ami állítólag még benne van. Egyet tudok, hogy néz ki konkrétan, azt láttam. És akkor elméletileg még kettő van, akit nem, ha minden igaz. De az nem is lesz...
Minden miniboszt ölj meg kétszer. Hát... Nem tudom, de... Van ilyen gyűrű, hogy ilyen kritériuma van? Én nem tudom, én ilyenre nem emlékszem most őszintén. Nekem azt hiszem gyűrűből az összes megvan, és én ilyet nem is csináltam. Aha. Vagy de akkor nem emlékszek, vagy akkor véletlenszerűen jöhetett össze. Ja, rendben, rendben. Azért. Na, ez mondjuk fura. Lehet, hogy akkor azt úgy szedtem össze, tudod, hogy rengeteget játszottam, és akkor nem tűnt fel, hogy mindegyiket megöltem már kétszer. Ez mi? De ezek szerint akkor van. Na, mondjuk erről nem tudtam. Én mindegyikre azt hittem, hogy vagy titkos helyről szerzett meg, vagy pedig úgy találod random a pályán, de az, hogy így konkrétan megvan adva, hogy ölj meg ennyi ellenfelet, én erről nem is hallottam. Egyedül a túlélő módban van olyan, hogy ölj meg X boss, érte? Olyanokról tudok, de hát hogy ez az már DLC. De mondom, akkor ez nekem véletlen jöhetett össze. Valamikor, egyszer. Mert ugye sok gyűrű, vagy nyaklánc, vagy valamilyen nem is néztem, hogy honnan van. Csak megszereztem, aztán ennyi. Kivéve azokat, amiket ugye nem. Biztos, hogy meg kell lennie, mert mondom, nekem azt hiszem nyaklánc hiányzik csak. Ja, nagy baszki pont. Hát ez nem jó ötlet, hogy pont a nagy van itt. Ez nem a legszebb ellenfő. Na, bazd. De cserélj már fel. Micsoda a... Black Cat, akkor ez nincs meg, de ezt nem tudom, várjál, mindjárt megnézem neten. Vagy nem. Mert egyszer végignéztem az összes gyűrűt, és ilyenre nem emlékeztem. Már pláne nem alapjátékban. Na, nézem a linket. Ez mondjuk faszán néz ki kinézetre. Ja, persze, survival módban, de az nem az alapjáték, de azt mondtad, hogy nincsen DLC, de a Survivor módban az nem az alapjáték része. Ja, erről tudok, mármint így már megvan melyik játék, de hát ez, hát basszus. Azért azt, igen, ez nekem se lesz meg, mivel ez eleve azt jelenti, hogy nem az a probléma ezzel, hogy ölj meg minden miniboss kétszer, mert azt meg tudod ölni. Hanem az a probléma, hogy el kell jutni odáig, hogy meg tudja ölni mindenki. Mert ugye itt random, ha bár nem, hülyeséget mondok, mert ugye ha úgy rollolja a világokat, akkor végig is meg lehet csinálni, mert ugye végig is beadhat neked, mind a négy világot berollolhatja ezt, és nem kell egy huzamba megcsinálnod, ez igaz. Ha csak nem egy huzamba kell megcsinálni, akkor viszont nehéz. Ez DLC, ez DLC, ebben biztos vagyok. A Survivor mód, mert ugye ott írja, vagy a Hardcore mód, az mind DLC. Akkor ez ugye csak akkor tudod megcsinálni, hogyha... Van egy ilyen külön mód, hogy
A Survivor az olyan, hogy egy alapkarakterrel kezdesz, van 5 rúna körbe egy ilyen portálnál, az 5 rúnából tudsz fegyvert venni, páncélt, itemeket, módot, meg franc tudja, még van egy ötödik, azt nem tudom micsoda. És ugye van egy fix összeged, olyan úgy kell elképzelni, mint a Chiigóban, van egy kezdő összeged, megvásárolod, és ezzel indulsz, és akkor random dobálja be, hogy mit vehetsz a boltba. Tök a szerencsén múlik az egész. Meg azt, hogy ugye... És az a lényege, hogyha egyetlen egyszer meghalsz, akkor vége, akkor kezdheted előre. Ha meg mész tovább, akkor ugye megcsinálsz egy világot, ha szerencséd van. És újból a világ végén megint kidobod, akkor megint gyűjtesz pénzt, megint vásárolsz, és így tudod fejleszteni a karaktert, aztán eljutsz, ameddig eljutsz. Ja, igen. De mondom, nagyon egyszerű, mert fel van tüntetve mindegyiknél, hogy melyik Survivor mód, meg mit tudom én, oda is írja, akkor azt egyetemen tudod, hogy igazából ezek a... Jó, most, ja, ezek nem az alapgyűrűnk, mert ugye ebből sajnos van, ami már DLC-ben, szóval ebből se lehet megtudni, hogy melyik micsoda, de... Azt tudom, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, igen, ez egy nagyon durva gyűrű. Ez izé... Mi a neve, hogyha valakit fel kell éleszteni, bár mondjuk ez most hülye ötlet ezt használom, mert igazából most így nincs értelme, hogyha valakivel kópozol, akkor kétszer olyan gyorsan tudod feléleszteni például. Vagy várjál meg, azt hiszem nem tudnak stunolni, ha jól emlékszem. Vagy hogy nem stunolni, hanem így... nem... Hogy mondjam... Hát ugye, amikor felélesztesz valakit, akkor ha megütnek, akkor nem löknek arrébb, ha jól emlékszem, ettől a gyűrűtől. Ez még, vagy az a Guardian Ring, nem is tudom. Ja nem. Ja, ez a közelharci támadást. Nem tudom igazából miért ezeket raktam be, de... Igazából nem sok jelentősége van. Itt egyenesen. Aha. Sose. Igen, például ez a bogaras téma ebből adja a ruhát, ezt a ruhát, ugye három fekete ilyen páncél kell, a piros a gyűrűt, a piros bogár, ha jól emlékszem, meg még talán egy nyakláncot is, illetve van egy ilyen, ami még jobban rejtett, úgymond, várjál, mindjárt mutatom. Ja, itt nem. Hol van? Á, itt van. Ja, ez a fekete, ugye? És ez a, amit ugye még nehezebb előhozni, ez egy ilyen szivárvány színű kitimpáncél, vagy mi, hogyha most nekem ebből kettő volt, hogy az egyiket becseréltem, kaptam egy trétet rá, vagy mi az Isten. Már nem is tudom melyiket.
Már meg nem mondom így utólag, de egy tweetet kaptam érte. És ugye ez a ruha három olyan feketéből lett vásárolva, úgymond. És azokat a bogarakat nehéz kifarmolni. Legalábbis nekem sokáig tartott. Ja, rendben, rendben. A gyűrűre gondolsz? Mert az nekem megvan, csak most így nem tudom hirtelen, hogy melyik lehet az. Valami kék színű volt, vagy... Nem, nem hiszem. Lehet, hogy ez volt talán, valami, mintha ilyen vékonyabb, vagy ez. Mintha ilyen vékonyabb gyűrűt adott volna az, amire te gondolsz. Nekem a, ugye a föl, a második DLC-ja, jól emlékszem, azt tett be még a pár gyűrűt a földre, azt hiszem 5-öt vagy 6-ot, és azt én még nem farmoltam ki, vagy legalábbis nem mindegyiket, úgyhogy azokból hiányoznak. De a többi nagyjából megvan. Kivéve ezt a területet. Ha csak nem, azóta ugye a többi világba is raktak bele cuccokat, de abban nem vagyok biztos. Az elásultság. Ja, igen, igen, Lifi. Aha. Csá, amúgy. Várja. Ó, visszajöttem, baszki. Azt mondja, szemben van egy ilyen átjáró. Ja, nem erre, erre. Hát igen, figyelj, hogy a stamina elfogy, akkor világ vége van. Nekem az a mániám a stamina. De aranyosak. Na ez ilyen nem még nem találkoztam, ilyen pajzsosak. Hú, de szépen izé. Aha. Elcsesztem a bőből. Hát nem, a nyaklánc az nekem sajnos a páncél miatt kötött már, mint az a baj, hogy nekem a páncélommal nem lenne gond. Csak az egy bökkenője van, hogy ennek az a képessége, hogy ha megütnek, akkor elkezd, vagy meglőnek, akkor elkezd növekedni az ellenálló képesség a páncélnak, ugye az az 5-12 az felmegy valami 700 valameddig, vagy nem tudom. Viszont 52-es súlyig felmegy a súlya a páncélnak, és akkor átlendülök egy olyan... Vagy hát akkor még nem lenne nehéz a páncél, csak hogyha nem használnám a nyakláncot, akkor olyan nehéz lenne a páncél, hogy a szkélelődés után már nem tudnék benne még úgy sem mozogni, mint ahogy most. De most is nehezebben lehet, ugye, mert a súlya is elkezd növekedni, vagy hogy mondjam. Gondolom, érted, mit akarok.
De látod, ez nem jó. Ez 38 helyett 50-es a súlya. Na most, hogyha elkezdenek lőni, 5-ször felmegy a szem 12? Nem. Az, vagy a na mindegy, az a lényeg, hogy akkor annyira nehéz a páncél, hogy konkrétan nem tudok benne mozogni. Érted, mi a probléma? És ezért kell a létolmodát. Nem a páncél, nem az a lényeg, hogy minél több pajzsom, mármint az is lényeg, de viszont a súlyt, a súlyát kell nagyon leszorítanom. És ezért így, hogy valóban több armort ad, csak ugye 11-jel több súlyt is, vagy hogy mondjam. Akkor már átesek egy olyan kategóriába, miután már nem tudok mozogni, hogyha belilul vagy mi. Hát, hogy mondjam, még lehetne könnyebb is, mert így is elég nehéz lesz, mikor felszkélelődik, de az a 11 az számít, mert az fontos különbség. Az lenne jó, hogyha az is ugyanúgy le tudna szorítani, de amúgy igen, ez az egy oka, hogy ezt használom. És ugye, hogyha mindjárt mondom, látod, 25%-kal nagyobb lesz az ellenállás. Ami azt jelenti, hogy 7, hát akkor lehet hülyeséget mondani, hogy 700 körül talán. Vagy nem tudom, hogy mennyi a... Vagy az egy negyedét még ugye hozzá kell adni. 120, 130-at még azt hiszem. De alapon is jó azért, csak hát... Így viszont aránylag elég könnyű vele gurulni. Vagy dodge-on, és az is fontos, hogy fürge legyen. Aha, el. Érdekes, hogy itt nagyon kevés gyűrűt látok, meg ilyen extra cuccot a francba. Mi a honnan lőz? Aha, itt már voltam. Hoppá, össze. Várjunk, ott van valami ki. Azt mondja... A hátam mögött. Na, valami árus ez, vagy mi? Jó, még egy patkány, egyet találtam a hajón. Ja, ettől is van. Aha, ez van. Várjál, gyűrű, gyűrű, gyűrű. Óha. Még egy. Ah, oh,
Erről hallottam már, hogyha felszedsz valami cuccot, akkor 3%-ot rácsesz az életedre. Szia, Xerlox. Ez egy elég durva gyűrű, ilyen szempontból. Üdv. Hát ezt akkor szerintem be is dobom valahova. Hát ez mondjuk elég jó. Ez igazából, ez csak kóba kell, úgyhogy ezeket fogom így váltogatni. Ha minden igaz, akkor... Várjál csak, volt ott még valami? You must travel. I can't tell your own. Na, mindent megbeszéltem vele. May hope drive you. Why can't you all sleep? Hát a Guardian az pont az, amit ez a létószamolet, meg ez a ugye ez a közelharci ütésekből leszett 20%-et, ez nagyon fontos, főleg az ilyen bazi nagy trolloknál. Hát Eluna, az a baj, hogy ugye sok embernek itt segítek, meg mondom, neked, veled is tudunk játszani, de azt, hogy végig tolni, azt azért így nem tudom megígérni, egyrészt, mert amonnal próbáltuk már is nagyon durva hardcore, tök mindegy milyen fokozaton, pláne hardon nagyon durva. Úgyhogy nem tudom. Az az érzés, amikor ugye mondjuk elmész mondjuk két-három világot, így beleölsz 20-30 órákat, hogy kicsit farmolj, hogy könnyebb legyen, mert ugye ott nem tudsz úgy menni, hogy zsinórba így végigfutsz a pályán, ugyanúgy kell farmolnod. És akkor fogod, hátkor fogod véletlenül meghalsz, és törlődik az egész mentés. És az a probléma, hogy simán végigmennék, és belemennék ebbe a dolgokba, csak tudom nagyon jól, hogy milyen tetvesdik bosszok vannak. Van egy-kettő, aki annyira tetvedik, például a... Hogyha bedobja neked az egyik mocsarason, igen, a mocsarason van az a dupla pillangó, vagy mi az Isten, ott instant halok. Szóval olyan egy trágya a boss, hogy hihetetlen. Hát erről Zsotya tudna mesélni. Meg hát Amonéknál is, amikor NGR meg Amonna hárman mentünk, az egy pusztulat boss volt. Csá Zsotya amúgy. Hát Xenlux, hajnalban ugye, amikor játszottam, akkor egyszer már egy ilyen havas pályát végigvittem, úgyhogy az összes utat megnéztem már, mint hogy három boss volt, meg mit tudom, és most ugye rolloltam egy újat, és ezt próbálom most. Hát igen, azért mondom, hogy és van még más is, úgyhogy nem tudom, az még normál, meg ilyen, nem tudom, milyen könnyebb fokozaton is nagyon gáz. Jó lenne, mert jó cuccokat ad így megcsinálni. Csak az a baj, hogy mondjam, az a tudat, hogy elcseszel valamit, és nem is biztos, hogy rajtad múlik, hanem véletlen figyelmetlenségben is ugrik az a több 10 órás játék. Ha csak nem mentegeted el. Mert ugye lehet olyat, hogy elmentegeted a mentésedet, elpakolod, és akkor mindig vagy sikerül, vagy nem, úgy is lehet, csak hát az nem ugyanaz. Aha, ja, hát gondolom, hogy ismered a bosszokat, csak azért mondom, hogy én azt ratinak tartom. Az a teleportálós boss, az megmondom őszintén, az annyira én azt nem tartom gáznak. Ott is bele lehet zavarodni, de ott viszont van egy jó kis trükk, ami, mármint ilyen nem trükk, hanem ilyen tip, vagy nem tudom minek nevezzem, amivel úgymond lehet, ami alapján lehet harcolni ellene, és az általában beszokott válni. Most persze ott is meg lehet halni, meg rizikó, minden boss rizikós, ha így nézed. Rengeteg bossnak van egy hites skillje, például. Ott van például az a kovács, ami amúgy nem tűnik nehéznek, csak éppensége, hogyha egyszer úgy talál el a kalapát, csak akkor instant meghalsz. Meghalhatsz. Na, nézzük, ad ez életet? Ah, tényleg, baszki.
De mondjuk az egy picit többnek tűnt, mint 3%. Ilyen sorta, de azért mondom, de az azért, mert ugye, hogy mondjam, azt a taktikát kell követni. Na most én ugye, amíg elmondtam, ugye, mert hogyha még megbeszéltük, hogy merre, hogyan, vagy mit kell csinálni, vagy mit tudom én, az persze, az próbálkozás, de hogyha most így előre megmutatom neked, vagy mit tudom én, elmagyarázom, hogy mit csinálj, meg pontosan mire kell figyelni, akkor nem tartott volna olyan sokáig, csak így, hogy élesbe kellett ugye próbálgatni. Az megint más azért. Hát jaj. A mögéd rakja a klónokat és vagy. Igen, amikor hátad mögé, na látod, azt én mondom, hogy könnyű meghalni a bosszoknál, úgyhogy ezért se tartom olyan, most hogy mondjam, nem tudom, az a hardcore, ez még jó, hogy abba a túlélő fokozatba is emeltek, csak idézőjelben csak 10 ellenfelet kér ugye a legdurvább cuccér cserébe is, hogy annyit ölj meg egymás után, amit még nagyjából talán meg lehet oldani. De a hardcore az a baj, hogy ott konkrétan bármennyire is akarsz sietni, valamennyire kell farmolnod meg összeszedni cuccokat, hogy mert ugye két megoldás van, vagy sietsz és bízol a szerencsétbe, vagy kicsit megállsz, farmolsz, hogy minél jobban bevőszorsítod azt, hogy elsőre megy minden, vagy menjen minden. Szia, Anti Csácsán, sziasztok! Azt a rohadt, ez elesett, vagy? Ó, baszki, ez mi volt? Ja, hát ott izéra mentünk, mi vagy új keretet kezdtünk, úgy, ott is a földön elmentünk a... Az első boss, igazán, ahol van az a farkas kutya, vagy mi. Ezt te is tudod melyik. Na és ott azt sikerült így egy 3 óra alatt legyőzni. De ott... A kedves ismerősöm ott átrakta a Nightmare-re, úgyhogy eléggé érdekes volt. Damn.
Hát jó, az egy kicsit durva, hogy én mondtam mondjuk, hogy ez egy kicsit erős. Pont ezek a hülye helyzetek miatt úgymond. Azt mondja, egyenesen. Csá, Hyper, szia-szia, üdvözletem. Úgyhogy elméletileg itt még három boss. Ez valami iskola akar létrejönni? Na, ez a burulás nem marad. Amúgy Hyper, te azóta játszottál vele? Vagy hogy megy? Gondolom neked is már megyeget. Azt mondja, itt jobbra még van egy... Hoppa! ezer. Hát azért olyan gyorsan nem jön a pénz. Ez egy ajtó. Ja. Ott lent van valami kis kunkor, de szerintem annak semmi értelme nincs. Jaj, tolott, aha. Hát én ugye egy kört mentem déle, vagy reggel, vagy hajnalba, vagy mi. Aztán ez a második. Gondolom, szinte biztos, hogy most a ha megint három boss lesz, akkor abból nem, egy minimum új. Aha! Ha jól sejtem, akkor ez nem dungeon lesz, hanem... Ja, de dungeon. Trench. Egy trench az van a mocsarasban is. Ja, ez melyik? Ja, itt van. Oha, gyúdos. Ó, oh, na, no, végre egy lila. Ó, oh, kis patkány.
Onnan jöttem. Ja, Trint. Mi meglepő. Ha pont ellenkezőleg. Ott van. És nem sikerült. Mire újra tölt? Jézusom, hát... Ez mondjuk elég jó, hogy az így élő, ha így nézzük. És még csak nem is kerül sokba. Hova? Töltsd már újra. Na hát ez egy lohat fari, amint ilyen közelről. Ja, hogy hárma. Az mi volt? Ja, rendben, rendben, köszönöm, hogy itt voltál, és további szép napot. Hát 6, 4, 7 max, amíg, mert ugye ma még megyek már aludni este. Holnap, meg holnap után leszek egész nap. Úgy addig, ha nem találtok meg, szép napot. Szia, szia.
Jaj, olyan az a szikla, ez. Mintha egy ilyen faszinak a feje lenne, ugye itt a szája. Itt az orra, meg ez a két szeme, vagy legalábbis tök úgy néz ki te. Mintha egy ilyen fej lenne. Érdekes. Na, a pofátok. No, 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 nem sebzült. Mat. A hamok. Oh, for that popper. Azt a rohadt élet. Ez 25% védelmet, ha jól néztem, várja. Hogy egy
Ha várjál, azt hiszem 5-ször skélelődik. 5 lövés vagy ütéstől, és mindig az armor, az a bal oldalt fölött az az érték, az az 512, az egy folytában megy föl, és nem tudom meddig. Lehet, hogy 700 körül, vagy valami ilyesmi. Várja. Már pontosan nem tudom, mert ezt ugye csak, hogyha bejön valaki kóba és elkezd lövöldözni, akkor derül ki, vagy akkor lehet látni. Egész pontosan. Ja, az lehet, azt nem is figyeltem, mert elég hosszú a leírás annyira, de az elsősorban ugye ilyen kinézetre is tetszik ez az armor, szóval így ilyen mind a kettő szempontból néztem, úgymond. Mert ugye én annyira ezek a kritikes armorok nekem nem kellenek. Úgyhogy nekem így ez bejött eddig. Meg mondom, volt olyan izé, például olyan boss fight, amikor konkrétan oda tudtam menni és úgy ütni az ellenfelet, hogy kb. Semmit nem tudok csinálni. Majdnem olyan, mint a Dark Souls 3-ban az a... Hú, milyen armor az a... Ami, az a lovag, aki így kövé tud derbenni, nem tudom mi az, hogy melyik az. Most itt felzom. Havel, azt hiszem. Ja, igen. Hát ugye az egyik ilyen gyűrű, ezt most szereztem meg, szerintem ezt lehet, hogy... Nem tudom ki mondta, egyszer hallottam valahol. Hogy van ez, hogy felszedsz bármit a földről, és akkor... Ugye tölti a HP-dat. Egy lőszert, vagy iron, vagy valami. Óha, ez itt szép így hátba. Kis patkányok azok eléggé vihítőek, meg ez is mondjuk, amikor olyan bedob a sarokba, azt nem tudsz mondani. Na, nem ezt akartam. Az egyik, a másik meg sikeres tornát. Ó! Ja, hogy aha. Na mondjuk az is jó haszna lenne. Csak az a baj, hogy van egy-két ilyen gyűrű, amit nem nagyon akartam lecserélni, aztán. Hát meg most egyelőre, ameddig igaz, hogy csak hárdon vagyok, ugye nem Nightmare-en, de hogy itt még el vagyok ezzel.
Joj. Aha, ott van egy lila. Gondolom az ilyen train pont. És nem. Hopp, egy nyakránc. Nem tudjuk még mire. Aha, ja, ez ilyen tüzes téma. Ja, igen, igen, hát gondolom, hogy amúgy is nem tudom, hogy mennyit rólolt a térképen, hányszor kezdett újat és hányszor vitte végig a mappot, de gondolom, akkor ez biztos, ha így könnyen behagyja, vagy hamar. Az! De... úgy utálok. Jó, ez a fagyasztós téma. Hát, Csangi, valószínűleg, de azért itt is meg lehet halni, csak itt azért könnyebb, mert ugye maxos a karakterem, úgymond is sokkal több fegyver van, meg lehetőség, meg minden. Ez se könnyű, csak a karakter miatt könnyebb. Nem azért könnyebb, mert hardcore, vagy mi az hard. Itt is sokszor meg lehetne halni. Sőt, talán még többször, mert sokkal szerintem sokkal több ellenfél jön, vagy úgy látom, hogy több ellenfél jön, és erősebbek, mint a... Például, nem tudom, nekem olyan hosszabbnak tűnnek itt a dungeonek, mint a többi azért a világban. Igen, igen, Csangi, azaz. Mennyi most a trait leveled? Egy havas kupacba találtak szelló. Hát akkor lehet, hogy több helyen előfordul ez a, ez a cucc. Most 800-as ugye, mert... Ja igen, mert kettő hiányzik, 840 lenne, mert ugye a DLC-ből felszedtem kettőt, és kettő hiányzik az alapból, és azért kerek 800. Amúgy, hogyha ezt a DLC-t nem veszi meg valaki, ezt a legutolsót, akkor a Corsus DLC-vel együtt az alapjáték az ugye 800-ig megy, azaz 40 darab trait van, és akkor ebbe eddig kettőt találtam most, hogy még van-e pluszba, és hogy mennyi, azt viszont nem tudom. Vagy lehet, hogy csak egy trait hiányzott az alapból, na mindegy, de várjál? Ne, azt hiszem kettőt húztam fel azóta. Mármint amióta a DLC-ben vagyok, úgy emlékszem. Na ez viszont már tényleg boss fight, mert ugye ez a dungeon után az jön. Mondjuk ez nem ismerős, lehet, hogy jártam már, itt csak nem ismerős. Várjunk csak! Ja, értem, baszki, ez szerintem régen nem így volt, hogy most néztem, hogy ha leülsz a
a kristály elé, akkor konkrétan minden izét feltölt, ugye minden módot maximumra, és ez azért érdekes, mivel hogy az alapját, vagy régebben, nem az alapját, hanem régebben ez nem így volt, mert ugye ma, amikor játszottam, akkor is észrevettem, hogy bementünk boss tölni, elhasználtam a módokat, és amikor kimentem, akkor a módok ugyanúgy tele voltak, és ugye ezelőtt nem így működött, hanem ha kimentél, akkor megint vissza kellett menni, feltölteni, stb. Stb. De mondjuk így jobb, mert akkor, hogy mondjam, így tudsz nekiindulni a bosszoknak. Na, ez a börtön, ez nem rémlik, úgyhogy ez valószínűleg a negyedik boss lesz a DLC-ben. Igen, vannak ilyen coop trétek, amiket figyelj, hát egyszerű, hogyha esetleg megmondod, hogy melyikek hiányoznak, akkor meg tudjuk csinálni, mert vannak olyan, hogy például csak éleszt fel 10-szer a társadat, meg ilyenek, az nem izé, azokat meg lehet oldani, vagy hogyha konkrétan egy helyhez el kell menni, akkor akár, hogyha van időm, akkor olyanba is tudok segíteni neked, meg a többieknek is, hogy behozok ilyen mappokat, és akkor csak oda menni. Mármint, hogy felszedni, na. Ez most nem rémlik. Ja, ez nem volt eddig. Akkor ez a negyedik. Akkor ezek szerint mi egyet ismerek, az ötödiket, az egy ilyen bazi nagy pókszerű valami, és akkor ezek szerint van még egy hatodik talán. Ja, ez egy ilyen késdobálós hülye lesz. Ja nem, baszki. Hűha. Ó, baszki. Amúgy rohadt jó bosszok vannak ebben, bármint mindegyik tetszett eddig, amiket láttam. Aranyos vagy. Lényegében ez egy elitnek az ilyen boss verziója, úgy ahogy az alapjátékban is szokott lenni. De azért hagyjál már békén, mondjuk ez annyiból szar, hogy nem tudsz előle menekülni. Aha, itt nem ekkor kéne dodzsolni, ezt nem látom. Húha! Majd betanuljuk, azért. Aha, igen, itt rosszul dodzsoltam. Na, várjál csak. Húha. Nem mindegyik ugyanolyan lassan. Vagy nem mindegyiket üti ugyanolyan lassan. Ja, ez gyorsan. Ne, most megfoglalni. Ja. Ja nem. Na most. Ja, ez ugrás volt, van, nem láttam, hogy kurva koronáltam. Aha, ez érdekes, hogy elér. Nem figyeltem. Van, meg ez de becsapós ez az ütés. Basz meg, hát ez nem. Bassza meg, de gyors! Kecsi! Aha, jó van!
Nám zůstane čisto. Zvíjí, jo. Oho, jo, ez már valami új tetszik. Aha, így erősen. Bassz meg! Ezt a kukra. Ez ilyen agyrák kategória, majd majdnem szebb szavot használtam rá, hogy ilyen... hogy rohadna meg a köcsög. Mondjuk ezt is ilyen betanulós téma, nagyon. Csak nagyon zavaró, hogy nincs, nem lehet rálokkolni az ellenfélre, sajnos. Ja, csá, Dév, amúgy lehet, hogy kell itt, talán most egyelőre nem nagyon használom, mert nem lesz rá időm szerintem, egyfolytában jön rá, nagyon kevés időd van izélni. Szelló, azaz. Annó. Igen, Hyper, erre emlékszem, és mi volt a probléma? Aha. Az kemény, hogyha a bágos volt, az... az így durva. Biztos ennek is lesz majd alternatív megölési módja. Na várjál, most kimentem. Édes Istenem. Várjál, van ennek gyenge pontja gyakran? Hát, végülis a lába az, mintha jobban sérülne. Vagy a fene... hát, fene tudja. Van meg elakadok a kurva izébe. Hát így nagyon kevés vagyok. Na így már jó. Ja, a derekát kell lenni. Ah, ezt elcsasztam. Jaj, bassz meg! Ah, az anyád úristen.
Oh, basta, ecco. Non figliato. Jó, ezt meg nem látom. A cool, ez a köcsög geci kamera volt meg. Ez fel fogja cseszni az agyamat. Ez bírom a... nem is tudom... melyikben volt ez a trágyaság, baszki a... Ja igen, a... iziba csesztem fel az agyam tegnap a... Last of Us-ban, hogy ott is ilyen baszott izé van kamera, hogy... ütöd az ellenfelet, és nem lokol rá a karakter, hanem így elkezd így jobbra fordulni a kamera egyfolytában, és még utána kell forgatni a kamerát, Geci, hogy lásd azt, hogy mit csinálsz, érted? Oké, hogy nincs log a játékban, de legalább legyen annyira értelmes a játék, hogy akkor tényleg azt mutatja, akivel harcolsz, vagy a képen téged támad. Ja, Axelo, már megvan, hogy a hasát, vagy a derekát kell ülni, legalábbis az sem ez a legtöbbet. Valahol vagy abban az új gyűlben, hogy na. Ja, de az az új gyűrű az simán a DLC-ben van, vagy pedig arra gondolsz, ami a hardcore fokozatokból esik be, azt a büdös életben nem lehet kiszedni onnan. Itt is elméletek fel kéne szedegetnem a földre azokat a szarokat, de mindig elfelejtem. Így megy le az élet a szépen. Mert ha kicsit odafigyelek, akkor nincs a koromban. Aha, jó. Nem így. Jaj, bal meg a dobozokat néztem. Most is látod, elakadtam abba a szarfában. Ez is probléma lesz. Baszik. Ja, csak nem olyan egyszerű szétlenni a savnyéve. Ezeket az itemeket, amik ott vannak, meg meghagyom ugye nem csak töltény, hanem egyben élet is. Baszik. Már kezdődik. Beragadtam a mocskos anyához. Azt a... Ja, ilyenkor nem enged tölteni. Ez majd pedig már jó volt. Jó.
De miért úgy van? Nem hiszem. Ilyenkor kell tölteni, amikor izé, amikor rádúzik. Jó, szóval meg így akartam. Aha, igen, ezt nem figyeltem. Pedig nem olyan vészes a múszat. Ha oda figyel. Aha, ez váratlan volt. Ne! Szia, White Web, szia! Szép napot! Hát, hogy rohadjon meg! Elfelejtettem beadagolni ezt a jégcsap ellenszalt, aztán szerintem az is sebzett ilyen nagyokat meg. De megint kimegyek, baszki, a pályáról. Szerintem. Ezt soha nem tudom megszokni, rengetegszer volt ilyen, hogy rossz fele indulok el, ugye, amikor meghalok, mert olyan hülyén van megcsinálva. Mi a helyzet, Vájtőlem? Random... Ja, a Rómon! Hát akkor... Várjál! Lehet, hogy nekem megvan. Ja, nincs. Akkor nem találtam még meg, de akkor szerintem DLC lehet. Mert nekem azt hiszem csak DLC és fegyverek hiányoznak. Vagy cuccok. Na ha fasza, ezt jól elcsesztem. Ezt is. Rossz kugrottam.
Basta. Ja. Важно, а, стоп, это сам же. На, уйдите, что со мной. Я вам что-то что-то. Talán. Ne, boss. Ne gönj már, ne. Össze. Ah, na vége, atya úristen. Ja, igen, igen. Hát akkor valószínű DLC. Pont időben, mert ugye majd kell mennem dolgozni, most ugye beállítottam az órát, azt csinálok, hogy 6 óra, úgyhogy pont a mai napra egy szép kis boss fight, így a végére. Aztán holnap folytatom.
Ah, ich csak lőszerom. Ja. És nem is kevés. Úgyhogy még ezt így elmentem, csak az a kérdés, hogy... ott van az exit. Mindjárt keresek egy mentési helyet, aztán akkor egyszer már a pihenő. Ja, hát itt van, de jövök a shortcut. Így egyszer akkor megköszönöm mindenkinek a nézést, illetve a részvételt. Aztán holnap, hát nem tudom, délelőtt valamikor akkor folytatom, hogyha valakit esetleg érdekli, illetve bármi kérdése van, amiben tudok segíteni, akkor amiket itt beszéltünk a cseten, akkor mindenkinek ugye majd próbálok segíteni, hogyha van valami. Ezt megbeszéljük majd esetleg. Aztán én meg rédelek egyet, és akkor lassan készülök a melóba. Köszönöm egy pillanat. Látom, Mókás is ezt nyomja, úgyhogy akkor oda átmegyünk. Én meg akkor mindenkitől még egyszer elköszönök, és további szép napot, sziasztok!